A Világvilágossága Alapítvány több mint 20 éve foglalkozik halmozottan sérült, magatartási és pszichés fejlődési zavarral küszködő gyermekekkel, az óvodáskortól az általános iskolán és szakmán át az érettségig. A pécsváradi kézműves műhelyház mindennek a tovább gondolása. Azon fiatalok számára, akik szakmát szereztek, itt lehetőség nyílik a minőségi munkavégzésre. Az általuk készített termékek versenyképesek a kézműves piacon. Munkájukat iparművész és szakképzett pedagógusok segítik. Ez a szőnyegszövő műhely, a kézműves műhelyháznak az a műhely, ahol azok a fiatalok dolgoznak, akiket a BINOK-ban, tehát a Világvilágosság Alapítvány által alapított iskolában kiképeztünk, és OK és bizonyítványt szereztek. Többen közülük nem csak szőnyegszövő, hanem takács képzettséget is szereztek. Ez azért nagyon fontos, ugyanis az országban csak két helyen oktatják ezt a szakmát, és ezért aztán még nagyobb öröm az, hogy nem csak oktatjuk, hanem ebben a szakmában dolgoznak is a fiatalok, mint ahogy mellettem egyik oldalon egy szőnyeg, készül másik oldalon pedig egy takács munka, tehát egy népi vászonszövött munka. A megváltozott munkaképességű emberek akkreditációs foglalkoztatását minden évben újra meg kell pályáznia az alapítványnak. Év folyamán az ellenőrzéseknél mind adminisztratíve, mind a maga termelékeny és minőségi valóságába ellenőriztek, és a munkánkat jónak találták, és ezért változatlan létszámmal tudjuk folytatni. Úgyhogy örömmel jelentettem be az előbb, hogy január 2-ától mindenki jöhet ismét dolgozni. A műhelyházban dolgozó emberek gyapjú szőnyeg és vászonszövéssel, valamint fazekas termékek egyedi és sorozat előállításával foglalkoznak. Nem csak piacképes, hanem minősített termékeket állítanak elő.